Nagy Márk vagyok a Szegálna Kft-től, és szeretném bemutatni az Everan Air 1000-es rakodógépet. Ez egy fülkés rakodógép, derékcsuklós rakodó, ami teleszkópos gémmel szerelt. Ennek a maximális emelési magasság 3,5 méter, és a maximális emelési tömeg az pedig 900 kg. Itt látszik, hogy ilyen széles traktormintás gumikkal szerelt a jószág. Egyébként nagyon ügyes kis fordulékony gépről van szó. Itt, hogyha megnézzük itt az adatlapját, itt látható, hogy fülke nélküli kivitelben is van ez a jószág. Itt van egy emelő munkahenger, illetve a másik munkahenger, az egy ilyen kompenzáló munkahenger. Itt mutatom, ez a kompenzáló munkahenger, ez segíti a párhuzam vezetést az eszköznél emelési hülyeztés közben. Maguk a vezetékek azok gémen kívül vezetendők, tehát ezzel a láncszerű csővezetővel. Pluszkört is vezérel, gyors eszköz csatlakoztatással van, eurós felfogatással a gép, és akkor a pluszkört ott van egy csap, annak az elfordításával tudjuk a pluszkört vezérelni, hogyha bekötjük például ezt a trágyavillát. Maga a motorja itt a adatlappal ellentétben ebbe egy 25 lóerős motor van. Most már ezek az Euro 5-ös normát teljesítik, és ez a motor ez lehet Kubota, illetve Kohler, tehát ez a Lombardini motor. Tehát itt hátul van gyakorlatilag az ülés alatt a motor. Itt tudunk hozzáférni hátulról, illetve itt az ülés alatt ezt a néhány csavart kell kiszedni, és akkor szépen a kis három hengeres, egy literes motorhoz hozzáférünk. Be is ülünk ide, tehát kicsit a fülkét szerettem volna körbe mutatni, tehát itt rádió a fülke tartozékát, van itt egy ventilátor, illetve van egy fűtés és szellőztetés. Tehát ez egy pici gép, tehát ezekhez klíma nem rendelhető. Itt a vezetési pozíciót elfoglalva láthatjuk, hogy itt van egy irányváltó a gépen, itt van a gémkitolás, tehát ezt külön karról vezérelni, illetve itt vezérlem a pluszkör, tehát a pluszkör az lehet az eszköz felvétel, a gyors eszköz csatlakoztatás, illetve amit korábban mutattam, ott a csapot a gémen, ott ez a csap, akkor azt ott tudjuk átváltani például itt a harapásra. Nagyon sokféle eszköz egyébként rászerelhető, a raklapvillától kezdve egészen 4:1 kanálon át, rengeteg féle eszköz, akár Big Bag emelő is. Itt a műszerfal egy picit érdekes megoldás, tehát lefelé hozták, nem fölfelé a műszerfalat. Egyébként a kormányoszlop az billenthető, itt van hozzá egy kar, itt van az index is, itt vannak munkalámpáknak a kapcsolása, nem tudom, itt látható. Itt van egy kis USB-s csatlakozós, hát igen, egyre inkább fontos az, hogy telefon tudjunk például tölteni. Illetve itt van egy váltó, ezzel a karral tudom váltani a nyomatékot szabályozni, tehát sebességből gyorsabban tudjak menni kisebb nyomatékkal, vagy lassabbal, de nagyobb nyomatékkal. Be is indítjuk a technikát, hallgassuk meg, hogy milyen. Egyébként a fülkéből, hogyha megnézzük, nagyon jó kilátás, tehát innen a vezetési pozícióból nagyon szépen ki tudok látni, illetve fölfelé is elég jó a kilátás.
Na, hallgassuk meg, hogy milyen a motornak a hangja. Hát egy szép, finom járású motor. Maga, ami zörgéseket tapasztalhatunk, az maga leginkább a nyitott ajtó miatt tapasztalható. További információk lennének érdekesek a géppel, keressék fel a honlapunkat, www.szegának.hu-t. Köszönöm a figyelmet!